Üdvözlet mindenkinek, 2023. 4. hó 29-én ez az új világrend hírek itt az infobubble.hu weboldalon, és ezúttal arról lesz szó többek között egyébként, hogy mit is várhatunk a mesterséges intelligenciáról, hogyan fejlődik ez az iparág, illetve ez a szektor, mik a problémák, Index már ír ezekről a dolgokról. Szó lesz emellett különböző adónemekről, amikkel az adóhatóság, a magyar kormány még terheli a lakosságot majd a közeljövőben úgy, mint hogy különböző környezetvédelmi tarifák, illetve ha jól értelmeztem, akkor még a koronavírus járvány is vissza fog térni, szóval ez az, amiről ma beszélni fogunk, mielőtt nekivágunk. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. A mesterséges intelligencia, illetve a robot programozás az már hosszú-hosszú évtizedek óta folyik, különösen a szórakoztatóipar azon belül is a filmkészítés az, ami ezzel foglalkozik, és végtelen ilyen produkciót szerintem mindenki ismer, csak akkor esetleg még, amikor alvajáró volt a világban, akkor nem tűnt fel, hogy mi is az, ami történik. Mára azonban egyre több ember számára bizonyossá vált, hogy ezek a filmek, illetve ez a jellegű szórakozás, ez nem pusztán arról szól, hogy jól érezze magát mindenki, hanem van egy mögöttes üzenete, egyfajta propaganda, készíti elő az emberiséget arra, hogy mi is az, ami következik, hogy könnyebben el tudjuk azt fogadni, és lásd, most, hogy eljutottunk arra a pontra, amikor el kell fogadni, hiszen itt van velünk, akkor valóban még az idősebb korosztály sem tartja ezt olyan nehézkesnek, vagy olyan lehetetlennek, hogy egy nap majd ő robotokkal fog társalogni, vagy azok fogják végezni a munkák egy részét, vagy egy tetemes részét. Ez a cikk Portfolio.hu weboldalon jelent meg Arról számol be, hogy mindenki az emberiséget szolgasorba taszító gépektől retteg, de van néhány terület, ahol már most felbecsülhetetlen károkat okozza mesterséges intelligencia. Nézzük meg villám gyorsan, hogy melyek azok a területek, amelyekre gondoltak, ők ugye az első, a szerzői jogokat semmibe vevő mesterséges intelligencia, amit ők említenek itt, képes arra, hogy olyan termékeket vagy produktumokat hozzon létre, amely nagyon hasonlít esetenként megkülönböztetett le a valódi szerzők, és művészek alkotásaitól. Mesterséges intelligencia le tudja másolni a festők stílusát, írók szóhasználtat, illetve a zeneszerzők által gyakran használt dallam elemeket is. Könnyű elképzelni, hogy mi az, amiről beszélnek, függően attól, hogy hogyan állítják be ezeket a programokat, képesek utánozni valamilyen emberi szerzőnek a teljesítményét, vagy bármilyen más fizikális alkotását, és ezzel lényegében előállíthatnak végtelen reprodukciót egyfajta műből, vagy egy stílusból, különösebb erőfezítés nélkül, hiszen ez a gép, mint ahogy a képen láthatjuk, hogyha megtanítják, hogy hogyan fest mondjuk ez a hölgy, vagy akárki, akkor onnantól kezdve az non-stop csak gyárthatja ezeket a festményeket. És egy idő után nem fogjuk tudni megkülönböztetni, sőt szerintem csak a szakértők azok, akik már most is képesek arra, hogy különbséget tegyenek a között, amit egy gép állít elő, vagy és a között, amit egy ember. Most azt nem tudom, hogy ez a kép például honnan van, viszont érdekes, hogy mint hogyha saját magát festette volna le lehetséges az, hogy ez valamiféle kép egyébként, bocsánat, valami filmből valamilyen kép. Erről a problémáról már korábban említést tettem, amikor a főiskola, egyetem, különböző eszék, beadványok, házi feladatok kapcsán beszéltünk erről. Ki tudja, hogy az ember csinálta -e azt, vagy épp a chat GPT-be beírtam, hogy kell egy ezer szavas eszé, és akkor azt beadom, mint hogyha én csináltam volna, és nem is csináltam semmit, nincs is semmilyen hozzáadott érték az én részemről, vagy az ember részéről. megyünk tovább, a szoftver fejlesztési feladatok esetében már most is csökken az ember hozzáadott értéke, és az egyszerűbb folyamatokat elvégzi a mesterséges intelligencia, míg az ember azokon a részeken dolgozik, amelyek bonyolultabbak, illetve nagyobb precizitást igényelnek. Ezen a következő problémán még néhány évvel ezelőtt röhögcseltünk, mikor a hozzászólásokról beszéltem. Nem is tudom, már elég régen lehetett, persze többször is feljött ez, hogy ó, ez biztos valamilyen robotok írják, mert olyan ostobának tűnik az egész, meg mindenki ugyanazt írja. Mostan ez valósággá vált, ami érdekes. Szóval a világhálón szétküldve álhíreket is tud terjeszteni egy-egy ilyen mesterséges intelligencia chatbot sőt, közvetlenül alkalmas emberek megtévesztésére is a tesztelői dokumentáció tanulsága szerint például a GPT-4-es, a TaskRabbit nevű online munkaközvetítő platformon bérelt fel egy ember, természetesen emberi utasításra, aki megoldott helyette egy CAPTCHA-t. Ez ugye az a teszt, ami képes megkülönböztetni a robotokat az emberektől, és általában weboldalak használják a botok kiszűrésére, ezt mindenki ismeri kis négyzet, hogy jelölt be, ha nem vagy robot, meg stb. So a felhasználó először gyanakodott, hogy robottal találta szembe magát, ám a chatbot azt hazudta neki, hogy látás károsult, és ezért van szüksége a segítségre. A terv összejött, a felhasználó végül megoldott egy feladványt. Következő viszont nagyon érdekes, és ez lehet, hogy hozzá fog járulni az új világrendhez, illetve ahhoz a sablonos, ilyen klisi jellegű kommunikációhoz, viselkedéshez, ami ott elvárható lesz, és a norma lesz, és amit már láthatunk kialakulni. Ez a Sussexi Egyetemen mesterséges intelligencia kutató és filozófus Margaret Bowden azt mondta, hogy az ötletnek vagy alkotásnak újnak, meglepőnek és valaki számára értékesnek kell lennie. Ez a kreativitás. Sokak szerint azonban a mesterséges intelligencia már az újdonság feltételét sem tudja teljesíteni. És ez akkor lesz csak igazán szembetűnő, ez az, ami érdekes, amikor sokat használjuk majd ezeket az alkalmazásokat. Az alkotások egy idő után ellaposodnak, hiszen a modellek már létező adatokat használnak fel nem lehet az, hogy a filmek, hogy mindegyik olyan egy kapta fára megy, most persze a vizualitástól elrugaszkodván, de hogy a filmekben, hogy a történet ugyanaz, a főhősök is ilyen klisé jellegűek, azért, mert már ez a mesterséges intelligencia generálja a történeteket, a forgatókönyvet, a zeneszámok is azért ilyenek. Én azt hiszem, hogy meg kell fontolni a mindenkinek, hogy nem -e erről van szó. Legalábbis az én véleményem az, hogy részben, vagy így egy jelentős részben a mesterséges intelligencia hozzájárul ahhoz, hogy például a szórakoztató iparban ilyen primitív dolgokat látunk a filmek terén, vagy akár a zenében, amiről itt beszél lényegében, hogy már létező modelleket használ fel, és ezért ugyanolyan minden film, minden szám, mert nem tud újat kitalálni, hisz már azt az használja fel újra és újra, amit már addig sikeresen alkalmazott. Sőt, aztán folytatja és elmondja lényegében ezt. A hivatalos vagy félhivatalos szövegek, amelyekben nap mint nap belefutunk, sokkal formalizáltabbak lesznek, hangulatokban érződni fog, hogy szintetikusak, mint szerintem ahogyan az van a filmek esetében. Ugyanez igaz lehet a képgenerátorok outputjaira is, amelyekről legalábbis egyelőre még könnyen meg lehet mondani, melyik alkalmazással készültek. Oly sok szó esik a környezetvédelemről és arról, hogy kevesebb ilyen-olyan gázokat kell kibocsátanunk meg ezekről az ostobaságokról, és a mesterséges intelligenciával kapcsolatban azt mindenképp meg kell jegyezni, hogy ez jelentős mennyiségű energiát emészt fel ezeknek a technológiáknak az üzemeltetése. Egy új, például itt van egy nyelvi modell betanításakor legalább 25 tonna széndiokszid kibocsátás keletkezik, amennyiben megújuló energiaforrásokat használnak fel. Hogyha széndiokszid intenzív energiaforrásokat vesznek igénybe, akkor az felmehet akár 500 tonnáig is. 500 tonnát egyébként egy átlagos személygépkocsi egy millió kilométer alatt bocsát ki, és ez egy ilyen mesterséges intelligencia modell betanításakor keletkezik, hogyha természetesen széndiokszid intenzív energiaforrásokat úgy, mint hogy hagyományos energiaforra. Ehhez hozzájön még a szükséges hardvereknek a megépítése, és az alkalmazások tömeges használatakor keletkezett kibocsátási ad ad adatok. Szóval erről is esett már szó számos alkalommal, hogy nem egészen úgy van ez, hogy használjunk újra tölthető aksit, meg elektromos autót, meg elektromos akármit, és akkor egy csapáson megoldódnak a problémáink. Hisz meg kell építeni azokat a hardvereket, az akkumulátort meg kell építeni, Tesztelni kell a szoftvert, az applikációt, hozzá kell jutni egyáltalán a nyersanyagokhoz, sőt, hogyha már hozzájutottunk, akkor el kell szállítani ide, el kell szállítani oda. Végső soron én nekem meggyőződésem, hogy több káros anyagot termel ez az új technológia, mint az, amit most használunk. Adjuk hozzá ehhez azt, hogy hatalmas szerverparkokra van szükség ahhoz, hogy működtetni lehessen ezeket az adatközpontokat, hűteni is kell, és ez hihetetlenül vízigényes mondják ők, ez az infrastruktúra, kutatás szerint a GPT-3-as kiképzéséhez 700 ezer liter vízre volt szükség. Az a másik beszél szerint egy átlagos felhasználó chatgpt GPT-vel folytatott beszélgetése gyakorlatilag felér egy nagyobb palack víz földre locsolásával. <laughs> Nagyon bizony. Haladjunk tovább az index.hu-ra, riadót fújtak a kutatók, a ChatGPT GPT veszélyesebb, mint gondoltuk volna, ezt írják talán innen a legérdekesebb, amiről már szó volt a korábbi cikkben is, ez az álhírek terjesztése. Én ezt el tudom képzelni, hogy teljesen egyszerűen csak beprogramozzák ezeket a mesterséges intelligencia akármiket, hogy gyártsák ezeket a híreket. Mint ahogy én úgy gondolom, hogy van is ilyen, a, amit mi látunk, úgymond hírekben, hisz azt már rég tisztáztuk, hogy egy, egy forrásból érkeznek a hírek szinte minden országba, úgy, mint a Reuters, vagy a Associated Press, ezeket meg persze ugyanazok az emberek irányítják, mint minden mást. Úgyhogy miből áll csak egy szoftvert arra beprogramozni, hogy generálja ezeket a hülyeségeket, mint hogy a holdon termesztett paradicsomot fogunk enni, vagy az aszteroidán, majd bort, meg szőlőültetvények lesznek, vagy leszálltak az akármilyen óriáson 700 milliárd fényével ezelőtti akármit láttak. Ezeket csak előállítják ezek. Nem kell embereket fizetni azért, hogy hülyeséget találjanak ki, hanem ezek ontják magukból ezek a szoftverek majd. A jövőben meg már minden bizonyan most is. Emellett azt a rengeteg spam üzenetet, amit kap mindenki könnyen előállíthatják, azt is szintén. Végtelen ilyen van. Adathalászatban ugyanúgy részt vehetnek, hisz, sőt egy bűnözői hálózat, ha képes arra, hogy alkosson ilyet, akkor gyakorlatilag végtelen profilt, meg weboldalt tud létrehozni, kitalálni spam e-maileket, malvereket, amivel az adatokat megszerzik, kódolni, hibákat előállítani a számítógépen, beszivárogni oda. Ez csak egyszerűen egy ilyen Pandora szelencéje, -e, ahogy mondják. Nagyon is népszerű mindennek ellenére ez a ChatGPT. November 30 indult, 2022-ben, és azóta 200 millió ember használta már. 1 millió felhasználó eléréséhez mindössze 5 napra volt szükség. Itt van egy lista Netflix, Kickstarter, stb. És a lista alján itt van a ChatGPT, 1 millió felhasználó 5 nap alatt. Én furcsának találom, de egyre többet lehet találkozni a mainstream médiában azzal a gondolattal, hogy egyfajta disztópikus jövő felé tart a társadalom. Az, ami eddig ilyen alumínium kalapos őrültek, meg összeesküvés elmélet volt, az most már mint egy beszivárgott ebbe a médiába is, abba, amit ugye a nagy többség fogyaszt. A 444 cikke is valami hasonló legalábbis a címből ítélve te is azt érzed, hogy életed éppen átsúszik egy disztópiába, csak mert ez itt a történelem vége, de ezúttal tényleg szellemi örökségetek elég lesz, egy élmény volt. Ez még nem a világ vége, írják, de az eddig ismert világunknak vége. Ez megint egyfajta prediktív programozás, talán előre elmondják, hogy mi az, ami lesz a különböző médiákon, filmeken, zenén keresztül, és aztán az emberek hozzászoknak, majd ezt egyszerűbb lesz elfogadni. Ahogy összefoglalják ezt a néhány pontot, már ezt lehet látni belőle. Olyan gyorsan fejlődik az új típusú mesterséges intelligencia, hogy a fejlesztők sem bírják, rengetegen kongatják a vészharangot, beléptünk az emberiség egy új korszakába. Mielőtt tovább haladnánk, amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Pont most volt szó a paradigmaváltásról, ugye az Idők Vége című legújabb részében a Infobubble 2 YouTube csatornán, és itt is azt írják, hogy az AI rendszerek paradigmaváltást hoznak. Ugye ez a paradigmaváltás ez az, ahogyan gondolkozik az ember valamiféle szektorról, vagy úgy általában a társadalom összességében, vagy egy tudományterület. A lényeges az az, hogy egyfajta gondolkodásmódbeli változás az nézet, perspektíva, értelmezési mód, ami következik, és ez nem csak az informatikában, politika, kultúra, társas kapcsolataink, intim szféránk, a mai ismert valóság érzékelése, voltaképpen az élet minden területén, ez az, amire számítani lehet. Jön a gólem, ez a következő alcím, kép- és hangfelismerés, illetve generálás, gépi látás, az agy idegi aktivitását vizualizálni képes, funkcionális emeri, vagy a robotika területén hosszú évek óta zajlik különböző mesterséges intelligenciák fejlesztése és trenírozása. Mindezeket, ha összeadjuk, ezeket a képességeket, meg technológiákat, akkor tényleg könnyen lehet, hogy jön a gólem. A gólem egyébként egy félig meddig mitológiai alak, de egyébként a judaizmus kabalához kapcsolódik, és hogy egyáltalán meddig megy a valóság, meg hol kezdődik a mítosz, ezt nem nagyon tudom, de ha valakit érdekel, akkor szombat.org weboldalon a Gólem legendáról van egy egészen hosszú cikk, és akkor ezt lehet böngészgetni. Ez egy héber eredetű szó, mindenki ismeri ezt a talmudi, babilóniai hagyományokat, a kabbalát, a zohárt, lényegében összessége ez a zsidó miszticizmusnak. A legenda szerint a teremtésben megelőzi az embert, így Ádám kezdetben még gólem volt, azaz lélek nélküli test, por és víz keveréke, és ebből a gólem formából Elohimnek a lehellete hatására született meg az élő Ádám. Nyilván ők belemennek mindenbe, amiben bele lehet, és aztán abból kreálnak egy ilyen külön tanítást, meg doktrinát, meg ezeket a különböző misztikus gondolatokat. Végül is van benne valami, hisz azt mondta, hogy Belelehelte az életnek lehelletét és az emberlőn élő lélekké. Kérdés az, hogy mi volt akkor előtte. Most ők ezt a gólemet nevezik annak, ami előtte volt. Elohimnek a lehellete szükséges tehát ahhoz, hogy valakiből valóban ember legyen. És ha már itt tartunk, ez tényleg érdekes ez a gondolat, úgyhogy mutatok valamit. Az jelenések könyve 13-as fejezet 14-es, amikor is elhiteti ez a fenavad a sárkány, illetve az ellenség vezetésével az egész világot félrevezeti, és mindenféle csodákat, meg nagy jeleket cselekszik, és azt mondja a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak a képét. Ez a képe, ez ikon, egyfajta képmás, szobor, vagy alakzat, aki fegyverrel megsebesítetett valad, de megelevenedett. Hogy ez egy ember lesz, aki megsérül, és aztán visszatér ebből a halálállapotából, vagy, vagy egy az egybe egy robot, egy mesterséges intelligencia, most annak az emberek a mintájára, ki tudja. Azonban, amit utána mond, az a figyelemre méltó, és adaték neki, hogy a fenevad képében lelket adjon. Ez pneuma. Tehát valamilyen formában képes lesz lelket adni ebbe az ikonba, vagy szoborba, vagy bármibe, és a fenevad képe az majd szólni fog, mondva irányítani fogja az emberiséget lényegében, ez a feltámasztott dolog. Nem tudom elképzelni egyelőre, hogy milyen technológia, meg most nem is mentem bele annyira részletesen, csak akartam érzékeltetni, hogy ez a golem dolog, ez vissza fog térni, és úgy tűnik, hogy már most látjuk, hogy hogyan körvonalozódik ez a technológia. És mindazok, akik nem szolgálják a fenevadnak, a képét nem borulnak le előtte, azok megöletnek majd. Ha visszatérünk ehhez a gólemez, így láthatjuk, hogy volt ez a lélek nélküli test, és akkor ebben lehelte az élet lehelletét a teremtő, úgy ahogyan az ellenség is majd valahogy megeleveníti ezt a dolgot, amit amiről írt jelenések könyve 13-as fejezet. Azt írja itt, hogy a Kabbalában erről van szó számos alkalommal, és egyfajta Szira könyv ír erről, a létrehozott gólemek nem tudnak beszélni, és saját céljaik sincsenek bizonyos elemi utasításokat képesek megérteni és végrehajtani. A gólem korlátai mutatják az Elohim és emberi teremtés közti áthidalhatatlan szakadékot. A mesterséges intelligencia képes áthidalni ezt a szakadékot, elhitetni az emberekkel, hogy az valóban egy új teremtés vagy egy ember. Na még annyit hozzátennék, hogy a Golem mítosz eredete itt van a 4. századi babilóniai Talmud Sanhedin 65b traktusában olvashatunk egy mesterséges emberről, akit Abba Ben Rab ha Rabbi készített. Egy mágikus kifejezés szükséges ehhez, ami itt van leírva, ez azt jelenti, hogy Rava létrehozott egy embert. És aztán ezt a teremtményét elküldte Zeira Rabbihoz, és a Rabbi társalogni szeretett volna ezzel a lényel, azonban ez az nem tudott beszélni, hanem csak hallgatott, és még rá se pillantott. Felismerte ez a rabbi, hogy ez egy mű ember, aki előtt áll, és megparancsolta, hogy térjen vissza a porba, ahonnan származott. Ez a gólem mítosznak az eredete. Számos más prágai gólem, olaszországi történések, minden le van itt írva. Ez egyébként zsidó mesék kategóriába tartozik, úgyhogy én nem venném ezt komolyan. Az elgondolás azonban mindenképpen figyelemreméltó, sőt számos film is készült ebből, és hogyha összehasonlítjuk a Mary Shelley Frankenstein történettel, akkor nagyjából az is ilyen vonalon mozog, csak ott éppen halott emberek testrészéből állítja össze ezt a lényt, míg ezek a porból és ilyen mágikus erők hatására próbálnak generálni egy élőlényt. Na, de térjünk vissza ide, ez csak azért mutattam ezt meg, mert ők is valahogy a 444 kapcsolatot hoz ezzel az új teremtéssel, jön a Gólem. Létezik egy Mid Journey nevű képgeneráló program, amely tavaly márciusban, tehát nagyjából egy éve kezdődött és azóta működik. A V1-es az első verziója, az ember, amit generált, ez a V5-ös pedig itt látható. A jobb oldalon. Ezt úgy hívják egyébként, hogyha innen helyes az én elgondolásom, hogy mesterséges intelligencia gyorsulás, ez az AI acceleration. Szóval nem vagyunk készek még erre a mesterséges intelligencia által diktált tempóra. Szóval túlságosan gyorsan fejlődik a mesterséges intelligencia, az emberiség nehezen fogja tudni a lépést tartani ezzel. Következő a gépi tanulással kapcsolatban létezik egy olyan technológia, amely már hiányzó szöveg, kép, hang, mozgó kép elemek, de akár DNS láncolatok elemeit is képes legenerálni és logikai rendszerbe rendezni. Ami elképesztő, hisz ember persze meg tudja ezt csinálni a technológia segítségével, de ez önmagától képes ezt létrehozni. Ez lesz az utolsó hír ebben a videóban, ez portfólió ismét létrehoztak egy kísérleti várost, amelyben mesterséges intelligenciák élnek, egészen elképesztő, ami ott történik. Stanford Egyetem és a Google kutatócsoportja egy a The Sims nevű játékhoz hasonló miniatűr virtuális világot hozott létre, ahol 25 különböző személyiséggel rendelkező mesterséges intelligencia éli életét. Ezek a karakterek egyedileg módosított ChatGPT változatok, így azok önállóan, meglepően, realisztikusan lépnek egymással interakcióba. Ezek a generatív karakterek reggel felkelnek, reggelit főznek, elindulnak a munkába, a művészek festegetnek, írók írnak, véleményt formálnak, felismerik egymást, beszélgetéseket kezdeményeznek, emlékeznek az elmúlt napokra, amelyek reflektálnak, megtervezik a következő napot, írják a kutatók. Hasonlatos ez a chat GPT-hez, azonban ezúttal emlékekkel és tapasztalatokkal rendelkező elmét próbáltak leképezni. Ezt követően a karaktereket szabadjára engedték a világban, és hagyták, hogy interakcióba lépjenek egymással. Ami történik, az én véleményem szerint az, hogy kihasználnak minket, szabadjára engedik az interneten ezeket a szoftvereket, amelyek képesek maguktól tanulni, és aztán lényegében az emberiség megtanítja mindazt nekik, amire szükségük van. Tehát, hogyha ki tudom találni, hogy hogyan tanítsa magát, akkor onnantól kezdve elengedhetem. Nincs is semmiféle. Most azt nem tudom, hogy milyen morális ha egyáltalán lehet erről beszélni, milyen fajta morális kódja van egy ilyen gépnek, hogy mik azok a direktívák, amik korlátozzák a szabadságát, hogy csak egyszerűen rondalírozzon és elpusztítson, meg gyártsa az ilyen spam e-maileket, meg malware szoftvereket. Bizonyosan van valami, ami megakadályozza ezt. Tehát, hogyha megvan ez a keret, hogy mivel ő mozoghat, akkor onnantól kezdve csak szabadjára engedem az interneten, és akkor az interakciók során folyamatosan összeszed az információt. És meg lehet akadályozni, hogy olyan legyen, mondjuk emberben ez olyan lenne, mint egy ilyen Unga bunga, ősember, vagy mondjuk Maugli, a farkasok kölyke. De egy, egy szoftver esetében ezt ki lehet küszöbölni, hiszen a kezdettől be lehet programozni, hogy mi legyen a keret, mik a szabályok, mik, mik a, a határok, amin belül mozoghat, és akkor ott tanul, amit tanul. Azt hiszem, hogy ez történik. Ezt sok mindent rászabadítják az internetre, és gyanítom, hogy ez az oka annak, hogy még létezik internet, már rég beszüntették volna, csak még ezeket a mesterséges intelligenciákat akarják, hogy fejlődjenek, és mi a egyszerűbb fejlődési, fejlesztési mód, mint hogy csak ingyen az emberek az interakció során megtanítják ezeket. Mikor tanításról beszélek, nem arra gondolok, hogy valaki nekiáll, és akkor effektíve tanítja ezeket a dolgokat, hanem eltanulja, mint ahogy egy gyerek eltanulja a különböző viselkedésmódokat, ugyanúgy képes en erre a tanulásra ez a szoftver is illetve a mi esetünkben ugye ezek a szoftverek, hiszen számos szoftverről van szó, nem csak egyről. És amint már említettem korábban, évtizedek óta megy ez a jelenség, a 70-es évek óta jelen van a számítógép által vezérelt karakter a különböző videójátékokban, ez azonban egy következő lépése a komplexitásnak. Ugye NPC-ről van szó, hogy képzeld el, hogy megölsz egy NPC-t, ez egy játékban előre programozott karakter, Ugye non-playable karakter, ha jól emlékszem, szóval nem játszható karakter. És akkor visszatérsz ebbe a városba, és látod, hogy éppen temetik ezt. Szóval ez egy, ez egy tweet volt a Twitteren, amit ezzel kapcsolatban írtak, de nagyjából. És gondolom, hogy akkor már fennáll majd az a veszély is, hogy az ember bensőséges kapcsolatot fog kialakítani ezekkel a dolgokkal. Könnyen lett, hogy nem is kell jövő időben beszélni, hiszen már most ott tartunk, hogy ez megy, ez a programozás, illetve ez a lehetőség fennáll. Ezek az emberformájú, meg különböző alakú robotok, amelyek társak, barátok lehetnek, fiatalok, idősek számára, ezek már hosszú ideje jelen vannak a társadalomban. Mielőtt tovább mennék, megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. A fiatalabb nemzedék pedig szerintem kifejezetten kiszolgáltatott helyzetben van számos dolog miatt. Az egyik a családnak a széthullása, a másik a testvérek számának a csökkenése. Sok egyedüli gyerek is van, akinek egyáltalán nincs testvére. Az iskolában is kialakult egyfajta ilyen, tényleg ez a disztópikus világ a legjobb kifejezés rá. Az ember csak, vagy a gyerek csak ott van az iskolában, aztán hazamegy, és nem nagyon van kapcsolat, mint régen volt. Én emlékszem, mi rengeteget játszottunk az utcán, biciklisztünk, focisztunk, ez már nincs. A kapcsolat átalakult digitálissá, online, mesterséges kapcsolatokká, tehát ők különösen ennek kivannak téve a vonzásának, mivel annyira hozzászoktak ahhoz, hogy benne élnek ebbe a mesterséges környezetbe, különösen a képernyőket, hogyha még ide veszük de nem hiszem, hogy a felnőttek is kivételt képeznének. Nyilván egy ilyen ormótlan forma dologhoz nehéz közel kerülni, szóval az ember nem fog kifejezetten vonzódni hozzá, de ahogyan a technológia egyre kifinomultabb lesz, és képes lesz létrehozni élethűbb, emberszerűbb ilyen robotokat, androidokat, akkor úgy gondolom, hogy igen nagy veszélyben lesz ez a mostani generáció, aki elvesztette az emberi kapcsolatokat, és közel került ennyire ehhez a mesterséges technológiai kapcsolatokhoz. Visszatérve erre a programra, így néz ki nagyjából, hogy bele lehet -e avatkozni, azt nem tudom, de az biztos, hogy meg lehet figyelni így fölülnézetből. Még egyelőre elég primitív, de még megint csak azt mondom, hogy ennek a, a technológia nem szab határt, hiszen akár milyen realisztikusra meg lehetne csinálni. Lehetne olyan, mint egy film, ahol a karakterek teljesen realisztikusak, valósághűek az ember, nem is tudná megkülönböztetni. És akkor gyakorlatilag egy mesterséges világ, a Matrix tulajdonképpen, amiről beszélnek, csak most még ilyen primitív, ezért az emberek többsége nem képes összerakni. De ha ezek a kis akármik nem ilyen primitívek lennének, hanem emberszerűbbek, meg a grafikái idézőjeben jobb lenne, akkor olyan lenne, mint a Matrix. Nézhetnénk, egy csak leülhetnék oda, és spontán generálna egy alternatív valóságot ez a szoftver az örökké valóságig. Olyannyira, hogy a tanulmányban a kutatók három a szimuláció eredményeként kialakuló, előre be nem programozott viselkedés mintát fedeztek fel. Tehát kialakult így a kísérlet során ebben a programban, illetve a mesterséges intelligenciában előre nem programozott viselkedés formák, mint az információ továbbadása, egyfajta plecska a városban, információt osztottak meg egymással a karakterek. Sőt, volt egyfajta kapcsolati emlékezet is, a karakterek közötti korábbi interakciókra való emlékezés és a korábbi események későbbi felelevenítése, illetve egy koordináció szerű jelenség is fellépett, ez pedig az egyik karakter szervezett egy bulit, amelyen többen is megjelentek egy Isabella Rodriguez nevű AI mesterséges és intelligencia ügynök Valentin napi partit szervezett, és ez a Hobbs kaféban volt, ahol meghívta barátait, ügyfeleit. A kávézó barátnője Mária segítségével díszítette fel, aki meghívta a partira szerelmét Klaus-t. Nem spontán volt ez a parti, hanem a kutatók ültették el a karakter memóriájában ezt a gondolatot, azonban még így is figyelemre méltó, hogy két napig autonóm módon, önállóan terjesztették a meghívókat a partira, új ismerettségeket kötöttek, randira hívták egymást a partin. Öten jelentek meg a bulin, három túl elfoglalt volt, négy karakter egyszerűen nem ment el. Hihetetlen, de tényleg. Legyen elég ennyi. Ezúttal ez volt az új világrend hírek az infobubble.hu weboldalon 2023. 4. hó 29-én. Valahogy így érezhették magukat szerintem a trójai falu esetében a katonák, amikor megkapták ezt az idézőjelbe vett ajándékot, örült neki mindenki, úgy gondolta, hogy milyen nagyszerű, megnyertük, ellenálltunk, az ellenség feladta, sőt még, még valamilyen módon tiszteletét is tette előttünk valahogy ebben a szituációban találjuk mi magunkat történelemnek ezen a pontján amikor az emberiség gyanútlan többsége figyeli az eseményeket azt gondolván, hogy az élete majd most milyen egyszerű lesz milyen nagyszerű lesz megnyílnak újabb horizontok és a lehetőségnek a tárháza az végtelen azonban azok, akiknek Értelme van, és akik figyelnek, azok már látják a problémát közeledni a sarkon. A világot uraló és irányító elit nem fogja hagyni, hogy az emberiség ennek a gyümölcsét élvezze, hanem egyszerűen csak ki fogja használni azt az adódó lehetőséget, ami csak egyértelmű. Miért is ne hoznék létre ezekből egy komplett hadsereget? és aztán gyakorolnám a hatalmat úgy, hogy napi 24 órában rendelkezésemre állnak ezek a technológiák, amik legyőzhetetlenek, gyakorlatilag sebezhetetlenek, probléma mentesen pótolhatók, és senki nem képes felvenni a versenyt ezekkel a világon. Láthatjuk ezeket a törekvéseket a világot irányító elit részéről, hogy hogyan is konszolidálódik a hatalom ezeknek az irányító szervezeteknek a kezében. Szóval minden adva van ahhoz, hogy az a disztopikus világ, amiről írt ugye az egyik cikkben az Index, ha jól értem, jól emlékszem, vagy 444 az létrejöjjön és létre is fog jönni. Hogy mindenki még most, amíg tehet és felkészülhet, én azt javaslom, hogy kezdjenek készülni, Addig is remélem, hogy segítettem ezúttal. Köszönet, hála és dicsőség a Baja Huának. Mindenkinek a legjobbakat, hamarosan újra jelentkezem. Köszönök minden támogatást és halleluja!